Lovagjaival vonult László király az aranypartra, akit sok támogató és a megszelídített barbár népek is hűen követték. A lovag király ezután a királynéval együtt foglalt helyet a trónon, hogy megnézhessék a tiszteletükre megrendezett játékokat. A látványos küzdelemben többek között a bajor herceg győzedelmeskedett. Csak ennyit tudsz! Megvan a győztes, András bajor herceg, nagy tapsot neki! A vendégsereg örömére Sanyát kegyetlen hóhért is legyőzték. A harcok mellett a középkori vásár is népszerű volt. Hála Istennek most már azt lehet látni, hogyha körbenézünk, hogy egyre jobban érdekli az embereket a Szent László napok rendezvénysorozat, és ami a legkedvesebb része, illetve hát a legjobban várt része az egésznek, az a hagyományőrző csapatoknak az ütközete. Amely nem az, hát az aranyparton, illetve annak is az egyes részén van, viszont a csatornán túli részén, ahol van egy nagyon nagy füves terület, és ott meg tudjuk csinálni magát ezt az ütközetet. A gyerekek sem unatkoztak, a faépítésű játékokat sokan kipróbálták. A hagyományőrző csoportok pedig a középkor hangulatát teremtették meg. Teljes egészében próbáltuk, a hagyományőrző csapatok mindegyike szinte azt lehet mondani, hogy hozta magával a saját jurtáját, tehát 6 jurtánk van most itt kint az aranyparton, ami azért nem kevés az előző évekhez viszonyítva volt, amikor csak 2-3, tavaly évben már 5, most idei évben már 6 jurtánk van, és hát nagyon sok csapat hozza magával a saját kis sátrát, van viking sátrunktól elkezdve, középkori kései középkori sátor is, úgyhogy érdemes egy tényleg egy időutazásra jön ki az ide látogató ember, és az ide látogató közönség. A Jaurinum Történeti Társaság a kísérleti régészettel foglalkozik, és leginkább a 11. század árpádkori jellegzetességeit eleveníti meg. Mi magunk készítjük ezeket az eszközöket, tehát amellett, hogy fellépünk, ezt nem jelmezként viseljük, és nem csak viseljük, hanem mi is készítjük ezeket általában a saját kezünkkel. A fegyvereinket, azokat kivételt képeznek, mert azzal valóban harcolni szoktunk. Tehát nem koreográfiát használunk, hanem ezt úgymond sportként vagy középkori harcművészetként szeretnénk űzni. Nemrégiben alakultunk, tehát voltak éppen itt vagy a Szent László Fesztiválon először veszünk részt, és 3 éve foglalkozunk komolyabban ezzel a dolog, úgyhogy még egy eléggé fiatal csapatnak számítunk, eléggé az út elején vagyunk. A társaság vezetője szerint a középkori emberek hétköznapjainak bemutatásával még érdekesebbé, izgalmasabbá lehet tenni a történelmet. Mind a leírások, mind a leletek nagyon-nagyon gyérek. Ez egy olyan időszaka volt Magyarországnak, amikor nagyon sok minden pusztult el. Tehát például egy 16.-17. századi hagyományőrző, az felcsapja az eredeti leírásokat, festmények vannak. Azt tudni kell, hogy például, vegyük csak a sisakjainkat, egyetlen egy magyar sisakleletet ismerünk, és azt is csak korábbról. Tehát voltak éppen más népektől kellene összeszedegetni azok, akiket a magyarok kapcsolatba álltak, rusz vikingek, normannok, a német birodalom. Itt van ez a sisak, ami az egyetlen magyarországi sisak lehet, ez a pécsi sisaknak a rekonstrukciója. Jövőre nemzetközi hagyományőrző csapatokkal szeretnék tovább növelni a lovagi játékok népszerűségét.